Kedden este a Népkör Magyar Művelődési Központ Kosztolányi Dezső termében G.R.D.I. Hermina és Kálló Béla színművészek tanítványai mutatkoztak be a közönségnek. A nyilvános óra három részből tevődött össze. Először Rómeus Júlia erkély jelenetét láthattuk. A régi szemszögből, de a mai életből és világból merítve, tréfásabb és kevésbé mulatságos formában. Az első Rómeus Júlia párosként Török Arnold, valamint Mészáros Boglárka, ezután Barsi Ella. Azon az estén lesz éppen 14. Valamint Osvár Robert és Stravinsky Ivana, Benedek Erika és Simon Valentina. Nem, mindezt tudom már előtt is. Az esküvőkről arról mit üzen? Oh. Krekezovics André és Dudás Júlia. A második részben improvizációt vittek színre az ifjú művészek, amelyben bemutatták nagyszerű színpadi feltaláló készségüket, amely során a helyzet, a hely, a személy jellemzőit az adott pillanatban kapták. Végül egy közös gyakorlattal zárták az órájukat. Mikor kezdődött az egész színjátszás, melyikében indultatok és mi okból kifolyólag? Tavaly indult a dolog. Én régen sokat foglalkoztam fiatalokkal, ami azt jelenti, hogy bementem egy általános iskolába, és toboroztam egy színjátszó csapatot, ahol előadást csináltam. Gondolom, hogy ez az én genetikám, hiszen én is így lettem felfedezve, így indultam ezzel a pályán. Viszont amitől ez a színi tanoda megszületett, a diák.com-ba meghívtak besegíteni egy produkcióhoz, nézzem meg, szakmailag egy kicsit támogassa meg, és azt vettem észre, hogy fiataloknak igénye van arra, hogy úgy foglalkozzanak színházzal, hogy esetleg egy szakmabeli vezetgesse őket. Na most egyszer csak csináltam egy meghirdetést, hogy megnézzem, vajon ennek van-e visszhangja, és hogy akarják az emberek. Kiderült, hogy nagyon-nagyon sokan eljöttek, és hogy akarják. Vagyis egy olyan színi tanodára van igény Szabadkán, ahova emberek eljönnek azért, hogy megismerjék önmagukat, megtanuljanak erről a pályáról egy-két dolgot, a szakmát megismerjék, és hát olyan szakemberek foglalkozzanak velük, akik megtanítják őket beszélni, énekelni a mesterségre, és hát természetszerűen olyan színházi profilokat ismerjenek meg, mint dramaturgia, díszlet, kosztüm, ami csak ehhez tartozik, hogyha esetleg úgy gondolják később, akkor azt a pályát válasszák. Tehát nem csak színészeket nevel és gondoz ez a tanoda. Fontos tudni, hogy a Népkör Magyar Művelési Központban több éve működik amatőr színjátszó csoport. Október óta pedig működik a generációkat összekötő színi tanoda. Az a táj! Mondj szeretődnek! Újra vagy keresztet. És nem lesz a nevem többé Rómeó. Mennyire lehet összhangba hozni az egészet, szóval mennyire hajlandóak arra, hogy együtt dolgozzanak veled, vagyon a színészi pályát ezután is fogják gyakorolni, mit gondolsz erről? Hát nézd, a statisztika nekünk beszél, a statisztika pedig arról szól, hogy a tavalyi évből 5-en mentek el fölvételizni a főiskolára, és 4-et fölvettek. Tehát ez erről szól. Idén egy srác rendezésre fog iratkozni. Nagyon remélem, hogy fel is veszik. Ebből a generációból is majd jövőre elmennek néhányan iratkozni. De nem ez a fő szándékunk, hogy színészeket neveljünk. Itt az a fő szándék, hogy akik végigjárják, azok tanárokként, szakemberekként, ilyen-olyan profilban munkálkodóként megállják a helyüket. Legyen önbizalmuk, legyen kiállásuk, föl tudják vállalni magukat, megismerik magukat, egyszerűen úgy tudják fölvállalni a közéleti életet, amiben egyfajta magabiztosság, egyfajta rákészültség, ráteremettség jellemzi majd őket. Én azt gondolom, hogy igazából ezeknek a gyerekeknek, gyerek nem gyerekek, ezek végül is, ezek középiskolás meglett emberek és egyetemisták, tehát szó nincs arra, hogy gyerekekről lenne szó. Tehát ezek az emberek, akik idejönnek,
azok úgy jönnek ide, hogy teljesen ránk hagyatkoznak. Tehát igazából itt arról lehet beszélni, hogy velünk együtt, a mi fejlődésünkön keresztül is hova jutnak. Egy tény, egy biztos, hogy ahhoz képest, amikor beiratkoztak, és a mostani állapotuk között hatalmas fejlődés vehető észre. És a mai óra egy nyilvános óra volt, amit bemutattatok. Mennyi ideig tartott erre felkészülni? Gyakorlatilag ez a fél év, ami 4 hónapot jelent, ebből nagyon-nagyon sokszor, nagyon sokféle gyakorlatot csináltunk. Az utolsó 1,5 hónapban derítettük, hogy melyik azok, amelyeket bemutatásra tartunk érdemlegesnek. Mindenképpen Rómeó és Júlia jelenetekre koncentráltunk rá, tehát ez volt az alapja, a magja. Aztán nagyon fontosnak tartottuk, hogy közönség előtt improvizáljunk, tehát hogy próbáljuk ki magunkat, milyen az mély vízbe dobni magunkat. Hiszen ez nem egy egyszerű dolog, és a legvégén pedig úgy gondoltuk, hogy egy közös gyakorlattal próbáljuk egy csoport, egy egység, egy társulatszellemet hozni. Minél több mutatkozási lehetőséget kell az ilyen művészeti formának biztosítani, beszédtanárként Kovács Frigyes vesz részt a munkában, a Brezovszki házaspáron néptáncot és a koreográfiát tanítja, és még sorolható lenne a számtalan ismert nép, aki egyengeti a tehetségek munkáját. Óriási igény van arra, hogy a fiatalok találjanak teret, lehetőséget, amelyben elszakadnak a tévé elől és a szórakozó helyek világából, és önmagukon keresztül találják meg a közösségi élményt.